Következőben még mindig a függvényekkel foglalkozunk, egy újabb érdekes vonatkozásai a függvényeknek. Ezt úgy hívják, hogy overloading, és a C programozásban nagyon-nagyon fontos szerepet tölt be. Nézzük, miről van szó. Ebben a kis példában van nekem három darab int típusú változom, ezeknek valahonnan értéket adok. Ezek most egyszerű véletlen számok, ez most a jelen példában nem érdekes. És van nekem egy negyedik változó, nevezzük ezt D-nek, amiben én szeretném belerakni az A és a B szám közül a nagyobbikat. Ugye, hogy kell ezt a max függvényt megírni? Ez a max függvény kap két számot, legyen ez X és Y, tetszőleges nevet választhatok. És ugye, hogyan kell meghatározni, hogy melyik a nagyobb szám, illetve a függvénynek vissza kell adni a két szám közül a nagyobbikat. Ezt egy egyszerű if-fel megvizsgálhatom, hogyha az x az nagyobb, mint az y, akkor adjuk vissza az x-et, különben pedig adjuk vissza az y-t, hiszen akkor egyébként meg az y a nagyobb, illetve vagy pedig még az is lehet, hogy egyenlők egyébként, de hát akkor meg ha egyenlők, akkor teljesen mindegy, hogy melyiket adom vissza, mert a két szám maximuma az akkor bármelyik lehet elvileg. Van nekem tehát ez a bizonyos jól működő max függvényem, aki kettő darab intre jól működik. Igazából nekem viszont három darab intem van, tehát valójában elképzelhető, hogy én szeretnék egy olyan maxot is, ami viszont nem kettő, hanem három darab ilyen int típusú számmal képes dolgozni. Hogyan lehet ezt elérni? Itt most nem is az a probléma egyébként, hogy hogyan lehet három szám közül meghatározni, hogy ki a legnagyobb. Ezt valamilyen módszerrel el lehet végezni. Inkább az a probléma, hogy hogyan hívjam ezt a bizonyos függvényt, hiszen ezt a nevet, hogy max, ezt én már lefoglaltam ennek a bizonyos két paraméteres változatnak. Hívhatom ezt a függvényt szintén maxnak, tehát felhasználhatom ugyanezt a függvény nevet még egyszer. A szabály, amit itt használunk, ezt úgy hívják, hogy overloading, ami egyébként azt jelenti, hogy túltöltés vagy túlterhelés, ami azt jelenti, hogy ugyanazt a függvény nevet szabad többször is felhasználni, mindaddig, amíg ezek a függvényeknek különböző a paraméterezése. Tehát pontosan ez az a szabály, ami megengedi ezt nekünk, hogy ilyen max függvényből írunk még egyet, a két paraméteres és a három paraméteres is hívhatjuk maxnak, hiszen ennek csak kettő darab paramétere van, ennek viszont már három darab paramétere van. A fordító program itt a hívás helye alapján dönti el, hogy melyik max függvényt kívánjuk itt meghívni. Hát itt látszik, hogy ebben az esetben nyilván a felső max függvényt fogja meghívni, hiszen ez vár kettő darab intett paraméterként, itt pedig kettő darab ilyen egész számot adunk át a hívás helyén. Ez a másik függvényhívás, ez viszont az alsó maxra vonatkozik, hiszen itt három darab egész számot adunk át paraméterként. Tehát mindaddig, amíg a fordító program egyértelműen el tudja dönteni, hogy melyik függvényt hívjuk meg ugyanazzal a névvel, de a paraméterezésből egyértelműen tud választani, addig ez rendben van, ezt a szabályt hívjuk úgy, hogy overloading. Egyes programozási nyelvekben, mint például a Turbo Pascal, ilyen overloading nem létezik. Ez azt jelenti, hogy Turbo Pascalban például, ha egy függvényt elneveztünk maxnak, akkor nem hívhatunk egy másik függvényt is maxnak, még akkor sem, ha annak eltérő a paraméterezése, tehát ott egy függvény, tehát egy függvénynév az pontosan egyetlen egy függvényhez tartozhat csak. Az ottani fordítóprogram nem hajlandó több függvényváltozatot is megvizsgálni, hogy el tudja dönteni, hogy melyikről van szó. Ez a szabály, ez az overloadingos szabály néha kínos helyzeteket is előidézhet, ugye? Hiszen elképzelhető, hogy van nekünk egy olyan maxos változatunk is, ami hát nem teljesen egyértelmű paraméterezés jelent, jelen esetben vár ez egy egész számot és vár egy double-t is, mondjuk ez jelen esetben akkor adjon vissza double-t például, valamilyen módszer, ez most nem is érdekes, bár ide most írnom kell valamit, hogyha le akarom fordítani. Ide most normálisan egyébként egy programkód kerülne, ami meghatározná azt, hogy melyik számot kell visszaadni a két megkapott paraméter közül, és hát bízunk benne, hogy a fordító program most egy kicsit nyugös lesz ebben az esetben. Nem lett nyugös, mert el tudod dönteni, hogy ez kettő darab int, ez meg egy int egy double, tehát nem erre a maxra gondoltam én, gondolja ezt ő. Mindaddig, amíg a döntés egyértelműen meghozható, addig a fordító program nem lesz nyugös. A problémák akkor kezdődnek, amikor ez a függvényhívás, ez több függvény paraméterezésre is ráillik. Itt most ebben az esetben még tudod dönteni a fordító program, hogy melyiket válassza. Időnként előfordulnak olyan szituációk, amikor nem egyértelmű a döntés, az adott függvény paraméter az ráillik több függvényre is. Ilyenkor a fordító program ide
valamilyen jelzést tesz, és kéri, hogy pontosítsuk, hogy egész pontosan melyik függvényváltozatot kívánjuk itt ezen a ponton aktivizálni. Próbáljuk meg egy ilyet előidézni, ez azonban újabb trükköt kell előhívnunk. Ezt az újabb trükköt úgy hívják, hogy alapértelmezett függvényparaméter, amit egyébként a C fordítók nem szeretnek, viszont a C++-os fordítók eltűrnek. Ez azt jelenti, hogy ide a függvény paraméter listába, a formális paraméter listába kezdőértékadást is teszünk. A kezdőértékadás ezt akkor használja ki egyébként a fordító program, hogyha a hívás helyére kevesebb paramétert írunk, mint amennyit ez a függvényváltozat egyébként várna. Hogy ezt demonstráljam, ezért ezt a függvényváltozatot, ami itt van, ezt most virtuálisan eltávolítom a programkódba, ugye megjegyzési alakítottam, tehát most ez a függvényváltozat kikerült a függvénykódból, most csak ez a programkódból, most csak ez a függvényváltozat került itt bele. Ennek valamit vissza kell adnia, úgyhogy ide most írnom kell valamilyen return-t. Most kérdés a következő, hogy ez a függvényhívás most akkor mit is fog jelenteni? Hát normálisan most ugye egy darab max függvényünk van ebben a programban, és az ráadásul három darab intet várna paraméterként. Itt meg a hívás helyén csak kettőt adunk át. Ez minden normális esetben a hibát jelezne. A fordító program azt mondaná, hogy túl kevés paramétert adunk át, mint az elvártakhoz képest. Azonban, hogyha ide feltetettünk kezdőértékadást, itt a függvényparaméterezésben, akkor a C fordító, C++-os fordító azt fogja mondani, hogy jó rendben, ennek a paraméterváltozónak ez lesz a kezdőértéke, ennek a paraméterváltozónak ez lesz a kezdőértéke, ennek a harmadik paraméterváltozónak itt a harmadik érték lenne a kezdőértéke, de mivel ide nincsen írva a harmadik paraméter, akkor ilyenkor automatikusan előveszi ezt a kezdőértéket. Tehát ez a kezdőérték, ez csak akkor jön elő a képben, hogyha én itt a hívás helyén kevesebb paramétert adok át, mint amennyi szükséges. Tehát, hogyha a három darab paramétert adok át, akkor ez a Z változó, itt most jelen esetben akkor ez egy kezdőértékkel fog indulni, ha itt azonban csak kettőt adok át, akkor ő olyan, mintha a hívás helyére én oda nullát írtam volna, tehát ez az alapértelmezett kezdőértéke ennek a bizonyos Z változónak. Nézzük meg, a fordító program elfogadta a programomat, tehát azt mondja, hogy egy succeeded, ha kipróbáljuk, ki fog derülni, elindul ez a bizonyos program, ki fog derülni, hogy ugye megkeressük a megfelelő nézegető ablakot, ki fog derülni, hogy a Z változón kezdő értéke, nem tudom mennyire látszik, de nulla az alapértelmezett kezdő értéket vette föl, míg amennyiben itt tényleg átadom a három szükséges paramétert, amit maximálisan ez a függvény elvár, tőlem, abban az esetben ezt a kezdőértéket használja az Z-változó, amit én a hívás helyén megadtam, és nem az itt feltüntetett alapértelmezett kezdőértéket, tehát ilyenkor az Z-változó értéke 10. Ez rendben is van egyébként, nincs is ezzel semmi gond, de most kanyarodjunk vissza az overloading szabályra, hogy ez a kis alapértelmezett függvényparaméter érték, ez milyen egyéb zűrőket tud okozni. Tegyük vissza ezt a két paraméteres intes függvényünket. Itt most az a helyzet, hogy ez a függvényhívás innentől kezdve nem egyértelművé válik, hiszen ez a függvényhívás, ami itt van, ugye itt kettő darab egész számot adunk át a hívás helyére, ez ráillik erre a függvényre is, hiszen ez pontosan kettő darab intet vár paraméterként, meg ráillik erre a függvényváltozatra is, aki minimum kettő, maximum három darab intet vár paraméterként. Ugye az előbb elfogadta a két paraméterest is, ilyenkor automatikusan az egyenlő nulla szabály lépett érvénybe. Ha hármat adunk, akkor viszont egyértelműen ez a függvény lenne, de itt most a hívás helyére mi kettőt írtunk oda. Próbáljuk meg lefordítani a programot és nézzük, hogy mit mond. Igen, ide tette ezt a bizonyos kis kedves hibaüzenetet, és hogyha visszatérünk a kódba, itt van az a kis kék jel, ami azt jelenti, hogy ezzel a sorral van neki problémája. Azt mondja, hogy hát ne haragudjunk, de ő nem tudja eldönteni ebből a függvényhívásból, hogy melyik max függvényre gondolunk itt most jelen pillanatban, a két paraméteresre vagy a három paraméteresre, mert ez mind a kettőre jó az a függvényhívás, úgyhogy legyünk kedvesek pontosítani. Hát ha a három paraméteresre gondolunk, akkor ide most kénytelenek vagyunk kitenni a harmadik paramétert, mert ez már csak a három paraméteres változatra lesz érvényes. A két paraméteres változatot jelen esetben nem tudjuk meghívni, mert a két paraméteresed abszolút nem tudunk hozzáférni, hiszen itt erre mindig reklamára fordító program mondvá, hogy ez nem eldönthető. Hát ilyenkor programtervezési hibát követtünk el, kénytelenek vagyunk innen eltávolítani a kezdőértéket, aki az egész problémánkat okozza, ugyanis hogyha ott nincs kezdőérték,
ezen a ponton feltüntetve, akkor ez a függvény, ez pontosan három darab intett vár paraméterként. Itt a hívás helyén mi csak kettőt adunk meg, akkor ez nem lehet ez a függvény, csak ez a függvény lehet. Ez a fordítóprogram elég intelligens ahhoz, hogy végig gondolja, és meg fogja hívni ezt a bizonyos függvényünket, és akkor mivel egyértelmű a döntés, el tudja dönteni, hogy ez a függvényhívás, ez melyik függvényt jelöli, ezért a programunk szintaktikailag helyessé válik. Ugye ez volt az overloading szabály, ami a C-s fordító programokban jelen van, hiszen a C nyelv tartalmazza ezt a bizonyos szabályt, és ehhez alkalmazkodott az összes C fordító, aki képes elvileg C programokat lefordítani, vagy legalábbis azt állítja magáról, hogy ő C fordítóként kénytelen ezt a szabályt alkalmazni és tudomásul venni.